bizonyos piros ruhás kislánynak a meséjéről szól, amit valószínűleg, hogy önök közül elég sokan otthon gyermekeknek, unokáknak felolvasnak. Nos, ez a piros ruhás kislánynak a meséjét, hogyha nem annak idején írják meg ezelőtt 200 évvel itt Európában, hanem most a tengeren túli nagy-nagy-nagy álomgyárban, a történet talán pont így szólna, ahogy előadjuk önöknek. Valahol a tengeren is túl, ott, ahol a kurtafa kultúr, ott találtam sírni nagymamát, hiába várt a piroskát, ma nem hozott uzsonnát. Piroska megunta a mesét, úgy dönt, egy másik útra lép. Beült egy fekete mercibe, a hátsó ülésre, a farkas ölébe. Csábító város lesz meg az, farkasnál mindig ott az ász. Jó barát a ravasz róka, csalítunk a kaszinóban, így jött meg elhalmodva. Sőt megunta, és bízott a farkasban. A farkas lett a menedzser, Hollywoodban mindenkit ismer. Piroska egy bomba nő, szokna alatt a rendező, a siker biztos irány a képernyő. Meglépett piroska, meglépett piroska, meglépett piroska, mert a mesét megunta, és bízott a farkasban. Szokásos farkas üldözés következik. Ugye, ahogy végignézem itt az arcokat, egy kicsit nehéz lesz, de azért mi megpróbáljuk. Én azt javaslom, Jogi, hogy előbb tartsunk négy felmutatót, hogyan is kell, hogyan is üvöltenek a farkasok. Nagyon egyszerű, számolok, és a végén egy óriási nagy farkas üdvözlés. Egy, két, egy, két, egy, két, három, és... Szóval így kell. Ott a fiatal generáció az már nagyon ügyesen csinálta ott az elsősorban. Hát... megpróbáljuk egyszer, jó? Menni fog az. Nem volt rossz, nem volt rossz. Sőt, egész jó. De kicsit felszabadul. Rossz negatív energiát elfelejtjük és kiküldjük magunkból egy farkas üldözéssel. Meglépett piroska,
mert a mesét megunta, és bízott a farkasban.